egyrészt egy finisszes kerekasztal beszélgetés, másrészt a kiállítás katalógus bemutatója is. Nagyon örömünkre szolgál, hogy Ország Ferenc mellett tudatott hozzánk, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mit fog nekünk mesélni Országlili életéről, tehát meg szeretném felköszöntöm Országlili testvérét, Ország Ferencet, illetve Berta Erzsébet irodalomtörténést, aki a beszélgetést fogja moderálni számunkra. Neki is köszönöm, hogy elfogadta a felkérést, és akkor vágjunk is bele. Igen. Én is szeretettel köszöntöm először is vendégeinket, elsősorban Ország Ferenc urat, de a közönséget is, akik teljes vagy nagy számban kíváncsiak erre a finisszázsra. Én ennek a beszélgetésnek az Innen és túl a képeken címet adtam, illetve egy ilyen témaköré gondolom, hogy elrendezhetnénk ezt a beszélgetést. Azért is, mert itt van körünkben Országlili testvére, vagyis egy autentikus személy arra, hogy a képeken túl megidézze a képek alkotóját. Másrészt pedig azért is, mert a kiállítás katalógusa, amelynek a bevezető tanulmányát a kurátor, a kiállítás kurátora Farka Zsófia írta. Ő maga is a képeken túlra helyezi az ő nézőpontját, így tudnám összefoglalni. Tehát azokat a kontextusokat keresi, amelyből ez az életmű mint egy újraértelmezhető. Először Ország Ferencet kérném meg arra, hogy a testvér nézőpontjából beszéljen arról az ország Liliről, Österreicher Alice-ról, Österreicher Éváról, aki a képek mögött, a képeken innen van. Ehhez látjuk itt a monitoron azokat a fotókat, amelyek ezt az emlékezést mintegy vezethetik az ön számára. Az első fotón, vagy az első dián a testvérének az arcai, különféle életkorokból, különféle élethelyzetekből. Az a kérdésem, hogy melyik országlili arcot szereti. A testvér számára melyik a saját arc, vagy az igazi országlili arc, ha van egyáltalán ilyen? Mielőtt válaszolnék a kérdésekre, először is engedjék meg szeretettel, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és hadd tegyem hozzá bevezetésként, hogy megtiszteltetésnek kezdem, hogy a Modern erre ezt a kiállítást megrendezte, és személyesen is vendégül állt ezen a kiállításon, és én nagyon hálás vagyok önöknek és a kokraigazgatóknak is. Kérdésekre válaszolva, hát nehéz erről ennyi év távlatából visszaemlékezni, de azért vannak emlékeim, amelyek azért nem múlnak el nyomtalanul. Ugye tudni kell, hogy a Lili testvérem 78-ban halt meg, tehát viszonylag fiatalon, és tudni kell azt is, hogy köztünk 9 évkor különbség volt. A Lili volt természetesen az idősebb. Most ez a 9 év korkülönbség, ez Lili egész életében, meg az enyémben is természetesen meghatározó körülmény volt, mert az nyilvánvaló, és ezt nem kell különösebben magyarázni, csak a 9 év korkülönbség gyerekkorban, amikor a képen látható vagyok, ott úgy emlékszem, két vagy három éves lehetek, és a Lili ugye nálam 9 évvel idősebb, tehát a kép önmagáért beszél, hogy mit jelent egy ilyen 9 év korkülönbség, amely 9 év korkülönbség az életkor előre haladtával lényegében, ha nem is teljesen, de bizonyos esetekben teljesen el is tűnik, mármint ami a külső megjelenést illeti.
Tehát más egy 9 év korkülönbség, 60-70-80 éves korosztályban és más ekkor. Meghatározó ez a korkülönbség a Lili gondolkodásmódjában és abban, hogy mennyire osztja meg a testvérével mindazokat a gondjait, kérdéseit, problémáit, amelyek foglalkoztatják, hiszen itt látható ez a kisfiú, hát mit tud ő ezzel a kisfiúval megbeszélni? Semmit. Na most a Lilire visszaemlékezve, ez egyik tényezője volt, vagy egyik magyarázata annak, amiért a Lili egész életében, és ez nem csak az én jellemzésem, hanem mindenki, akit őt közelebbről ismerte, az első tulajdonságának szokták felhozni, és én ezt teljes egészében osztom, a zárkozottság, a befelé fordulás. Na most anélkül, hogy én most művészeti fejtegetésekbe bocsátkoznék, mert ez nem az én szakterületem, de azért nem kell hozzá művészet vagy képértőnek lenni, hogy az ember a festményein, a képeken ezt a zártságot érzékelje, lássa. Gondolok csak azokra a képekre, amik a falak, a régmúlt időben való visszatekintés, amelyet a képek sugallnak. Tehát nem kell ezt különösebben magyarázni, ez lényegében kifejezi a Lilinek azt a, talán mondhatnám fő tulajdonságát, ezt a befelé forduló, ezt az introvertált attitűdjét, elvonul a világtól. Úgy vonul el a világtól, hogy lényegében azok felé nyit, akik értik a képeit, akik érteni vélik a képeit, mert ilyenek is lehettek, és akikkel megtalálja azt a közös nyelvet, amit a művészet kapcsán, bármilyen furcsa ezt kimondanom, a testvérével nem tudott, hogy mondjam, csak közös nevezőre jutni, nem tudott kommunikálni, hiszen a korkülönbség már eleve adott. Na most ezt a befele fordulást fokozta az is, hogy a két testvér alkatilag teljesen különböző. Tehát én azt szoktam tréfással mondani saját magamról, hogy miközben a Lili testvéremben egy tényleg tehetséges képzőművész, egy tehetséges festő, zárójelbe teszem, arra nem láttam utalást sehol még eddig, hogy ő nagyon szép szobrokat is csinált, nem tudom, hogy ennek van-e nyoma. Tehát az ő művészi tehetségét nem örököltem, azt szoktam erre mondani, hogy az én génjeimből az ő művészetre alkalmas, annak a befogadására és kreálására alkalmas génjei belőlem lényegében hiányoznak. Ezt úgy szoktam magamra mondani, én magamat jellemezni, hogy én egy asztalt nem tudok lerajzolni. Azt hiszem, ezzel minden megmondtam. Egy kis tréfás visszaemlékezésem az, hogy annyira antitalentum voltam, meg vagyok a rajzoláshoz, a festéshez, hogy amikor kötelező rajzórákra jártam az iskolába, akkor mindig éppen akkor voltam beteg, amikor be kellett vinni egy rajzot a tanárnak, ami házi feladat volt, és véletlenül éppen akkor volt kartörésem, begipszelve, vagy felkötve, mert ezt a Lili testvérem csinálta, és nem győztem eléggé könyörögni neki, hogy ne olyan szépen könyörögöm, mert lebukok. Hát, erről ennyit. Most én nem magamról akarok itt beszélni elsősorban, de ha kérdések rám is vonatkoznak egyéb vonatkozásban, vagy ezzel összefüggésben, nagyon szívesen. Tehát én azt kérdeztem volna, igen? Hogy a testvér nézőpontjából nem változik az a kép, hogy Ország Lili egy szorongó, visszahúzódó, sokféle kételytől gyötört és kétségtől gyötört személyiség volt? Tehát a testvér számára nem volt valami más arca az Ország Lilinek? Ezt azért is kérdezem, mert a levelekben föltűnt a humorra való képesség és érzékenység.
olyan anekdotikusan ír le egyes élethelyzeteket, meg olyan humorral, ami ezt a homogén képet, hogy Ország Lili a szorongó, azt egy kicsit megváltoztatja. Furcsa módon én ezt nem tudom olyan értelemben alátámasztani, hogy volt humora, szerette, valóban szerette és értékelte a humort, csak én, mint testvér, ezt nagyon ritka alkalmakkor vettem észre, mert egyszerűen nem volt rá lehetősége. A Lili, tehát az a kép, az az összkép, amiről eddig beszéltünk, erről a szorongó, magába vonuló, saját gondolataiban elmerülő ember, és az elején is említettem, az nyitottabb volt azokkal, akikkel meg tudta osztani a gondjait, akik őt megértették. Ez a 9 éves fiatalabb gyerektestvér nem tudta megérteni, részben azért, mert a korkülönbség, részben az érdeklődés hiánya, és amikor arra tettünk kísérletet, hogy azt mondtam a Lilinek, már egy kicsit már akkor kamaszos korban voltam, hogy te mutasd már meg a képeidet, akkor ő megmutatta. És amikor megnéztem a képeket, valószínűleg leolvasta az arcomról az értetlenséget. Én ugyan nem mondtam neki, de egyértelművé vált, hogy valahogy nem tudom magamat belehelyezni, mert én a képeket láttam akkor, előtte, utána, akkor én mindig a régi klasszikus olasz, németalföldi festőket tudtam megbámulni, akik figurális ábrázolásokat tártak a szemem elé, amely képeken láttam azt, hogy ez egy gyönyörű portré, ez egy arányos, gyönyörűek a színek, hangulata van, stb. Tehát hozzám közelebb állt az, hogy a megértés az nálam sokkal egyszerűbb nyelvezeten folyt. A Lili képeinek én nem akarok most megint még egyszer mondom, művészet fejtegetésekre bocsátkozni, csak amit én érzékeltem benne, ez az absztra, a valóságot absztrahált módon ábrázoló, és nem csak a valóságot, hanem a gondolatiságot, a lelki állapotot kifejező, tessék engem helyesíteni, ha valami butaságot mondok, ez az egyéni hozzáfűzni való. Tehát amikor ezeket az elvont dolgokat, azért absztrakt, ugye az azt jelenti, hogy elvonatkoztatok, leveszek valamit. Na most ezt az absztrakt irányzatot nem csak a Lilinél, voltak neki kortársai egyébként is absztrakt irányban, de értetlen voltam vele, és bevallom őszintén, még most is értetlen vagyok, bár miután sokat nézi az ember, ugyanúgy, mint amikor egy klasszikus zenét hallgatunk, és az eleinte nem tetszik mondjuk egy Bartok, és ha sokat hallom, akkor már kezd a fülem egy kicsit jobban odafigyelni. Tehát ez azt hiszem a művészetben, ha nem tévedek, ez egy általános dolog. Tehát ha sokszor látom a képeit, akkor a sokadik alkalommal mindig valami olyasmit felfedezek benne, amit korábban nem, vagy nem is vettem észre, és most felfedezem. Például itt is felfedeztem jó néhány olyan dolgot, amit valószínűleg néhány évvel ezelőtt nem fedeztem volna föl. Tehát a kérdésre visszatérve, a humor az kétségtelen megvolt, csak nekem az életben kevés volt arra az alkalmam, hogy erről meggyőződjek. Igen, ez való igaz, hogy Ország Lili a művészetben élt, és valószínűleg úgy lehet fogalmazni, hogy legintimebb kapcsolatban a művésztársaival volt. Hiszen azok a levelek is, amelyekre utaltam, nem családi levelek, hanem a művészbarátoknak szóló levelek voltak. Mi van, itt elfejtettem mondani, amit az elmondottakat jobban megvilágítja, amikor megmutatta nekem a képeit, és látta az értetlenségemet, ezt soha nem fejtettem el, ezt a párbeszédet, és ezt most szívesen közreadom. És ott álltam a képemet, és néztem, mondtam neki, Lili, magyarázd el már nekem végre, hogy mit ábrázol ez a kép. Hú, hát ezt látták volna, hallották volna, fölfortyant. De hát mit magyarázzak rajta? Hát ez nem irodalom. Ez soha nem fejtem el. Zárójel.
tudta, hogy nagyon nagy az irodalmi érdeklődése. Hát a művészi képzőművészet irán nem voltam különösebben érdeklődő, de az irodalom, és most már nem beszélek más érdeklődési körökről, mert nem magamról beszélek, de azért benne volt ez a kis tüske is, hogy de hát ez nem irodalom, ez nem magyarázni kell, ezt vagy érted, vagy nem érted. Pont. Csak egy kérdés, hogy ez a korai figuratív képeknél is ez volt az érzésem, hogy nem kell közel hozzá? Azt nem mutat, azt most vagy szándékosan, vagy véletlenül, hát ugye egy kis lakásban, egy kis garzon lakásban, ugye azok a képek egymás hegyén, hátán, pont azok voltak ott, amik éppen ott voltak szemben, amikor éppen elmentem hozzá, nem hiszem, hogy szándékosságból azt nem mutatta, de ilyen régi, a kezdő korszakában festett, és inkább mondhatnám rajzolt, sok szénrajzot csinált, többek között rólam, meg ismerősökről, hát azokat, az nem kérdés, hogy az ember azt most látja, érti, nem érti, hát az önmagáért beszél. Tehát itt az absztrakcióról volt szó. Na most azért utána a közönségben itt nálamnál jóval fiatalabb korosztályok képviselhetik magukat, azt meg kell mondanom, elnézést, ha valakinek ez ismerős, az abstrakcionizmus, az absztrakt művészeti irányzat, a régi, hogy mondjam, csak Átkosnak nevezett időszakban a tűrt kategória volt. Talán hallottak róla, akik fiatalabbak, nem biztos, hogy a művészeteknek volt egy tiltott tűrt támogatott. Három T-s rendszer. Erre azt szoktam mondani, hogy a sztálini rendszerben Zsdánov jut nekem mindig eszembe, azaz úgynevezett művészet értő ideológus, hangsúlyozom, művészet értő ideológus, a művészet értő idézőjelben, akinek ideológiája volt az, hogy az a művész, az az igazi művész, aki a valóságot ábrázolja, és mindig a valóságot, a gondolatiságot nem lehet tárgyasítani a képekben, és ő neki az volt a parancsa, mert itt parancsuralmi rendszer volt, hogy Márpedig, ha a közönség vagy a képnézegető lát egy festményt, ahol munkás ember a szerszámaival, vagy egy traktoros a szántóföldön, vagy az aratás, vagy netántán Lenin, és nem sorolom példákat, ez az akkori korszaknak a valósága. Hát ezt a filmek is ilyenek voltak. Az irodalom is ilyen, minden ilyen volt ebben a rendszerben, ez volt az úgynevezett szocialista realizmus. Na most ezt a szocialista realizmustól természetesen nem csak Lili Berzenkedett, hanem én, aki nem voltam és nem vagyok művészetértő, de hát ettől a hajam száll az égnek át már akkor, hogy mi az, hogy szocialista realista. Na most az absztrakt művészet, az még egyszer mondom, a tűrt kategória volt. Most a tűrt kategóriában van besorolás, véleményem szerint hozzájárult az ő zárt világához. Hogyha egyszer nem érti őt meg a világ, nem kellett neki ebből politikai kérdést csinálni, a világ nem érti meg, hiszen nem mutatják meg a képét, ez meg van tűzve, jó, nem tiltjuk be. Fessen, nem baj, nem az ellenségük, ettől még a szocializmus szereteti. Szóval körülbelül ilyen világot értünk. Úgyhogy azért az ő népszerűsége összehasonlítatatlan nagyobb volt akkor, amikor sikerült neki több helyen, nem sorolom az életrajzát, mindenki tudja, hogy milyen, hány helyen, külföldön, milyen országokban, hol állított ki. Elég sok helyen szerencsére, és ott sokkal jobban értékelték és becsülték, mert ott nem volt 3D. Igen, köszönjük szépen, hogy így felidézte ezt a kortörténeti kontextust is. Én még visszatérnék a családra. Itt egy családi képet látunk, remélem hátul is. Ugye már a név utalt arra, hogy ebben a családban nagyon komoly változások voltak, amelyek kényszerű változások, amelyeket ugye politikai, ideológiai magyarázatokkal hozhatunk összefüggésbe.
Itt az Österreicher családot látjuk. Kik vannak a képen, és hogyan tudná ezt a családi milliót fölidézni? Itt a következő képek is még a legszűkebb családot mutatják. Él itt a nagymamával, illetve az édesanyját, a nagymamával, aki hegedül. Tehát milyen volt ez a családi? Na, erre föl kell, hogy álljak. Akkor az előző képet kérhetnek? Igen. Most kérem szépen, ebből a társaságból egyetlen egy személy, akit nem tudok az emlékeimben fölidézni. Lehet, hogy nem találkoztam vele, lehet, hogy vendég volt, vagy egy távoli rokon, szóval erről a személyről nem tudok mit mondani. Na most itt az édesapám, itt az ő testvérbátyja, Összereker Aladár, itt az anyai nagyapám, Markovics József, itt az édesanyám, itt a nagymamám, édesanyám anyja, és itt a Lili. Na most erről azt tudom mondani, hogy hát kezdem a nagymamával, jó? A nagymama az egy rendkívül, hát nem is tudom, nekem tulajdonképpen a gyerekkori életemben a nagymama volt, hogy úgy mondjam, a példakép. Talán azért, mondjuk ezzel nem akarom hátrébb sorolni a édesapámat, csak az édesapám nagyon korán elment az életemből, tehát azért nincs nekem vele olyan hosszú időn át tartó kapcsolat, élő kapcsolatom, miután még gyerek voltam, és ő már nem volt. A testvérével meg még kevésbé. Ő egy orvos volt. Az édesapám bornagykereskedő, gazdálkodó, híres borszakértő volt egyébként. Zárójel, ezért kellett nekem az 50-es években minden évben tömegével gyártani a hamis életrajzokat, mert azt beírni, hogy ugye a származás volt mindig a iskolai felvételnél, egyetemnél, stb. Ugye azt nem lehetett mondani, hogy szőlőbirtokos, meg bornagykereskedő, tehát mindig ki kellett valamit találni. Tehát már indigóval csináltam az életet. Ő egy nagyon jó orvos volt, csak sajnos rabja lett a hát ma már azt mondanák, hogy drog, de akkor ez még nem drog volt, hanem egy olyan enyhe kábítószer, amivel ő a betegségét próbálta elviselni. Úgyhogy sajnos ez volt a sorsa. A nagyapám, az anyai nagyapám pedig egy igazi kereskedő ember volt, fakereskedő és fa raktára volt Ungváron. Az édesanyám, aki a férfiak és a nők körében egyaránt szépségnek számított fiatal korában, buktak rá állítólag az emberek, nagyon jó szép érzéke volt. De úgy különösebben a tanulást, az iskolai tanulást azon túl, hogy elvégzett polgári középiskola, azon túl, hogy különösebben ezzel nem foglalkozott. A nagyanyám viszont az nekem még mai napig is egy, ezt mondom, egy ikon, ugyanis a nagymamám volt az, és nekem azért különösen közel áll hozzám, mert a nagyanyámnak volt olyan bölcsessége, amivel engem tulajdonképpen nem is az anyám, hanem a nagyanyám indított útnak, és aki azt mondta, hogy édes fiam, teljesen mindegy, hogy te milyen pályát fogsz választani. Felőlem te lehetsz egy egyszerű asztalos mester, lehetsz orvos, és sorolhatnál még egy csomó más szakmát, de az, hogy diplomád legyen, azt én annak én örülnék, de én azt nem tartom elengedhetetlennek. De egy a fontos, ami elengedhetetlen. Olyan szakmád legyen, amiben te különbözöl mindenki mástól. Tehát valami olyasmit csináljál, amit más nem tud, vagy csak megközelítőleg tud. Soha nem felejtem el.
A másik ilyen bölcsessége volt az, nem is bölcsessége, amivel felnyitotta a szelleme, hogy ne felejtsd el, hogy az egész életed egy tanulási folyamat lesz, nem csak akkor, amikor elvégzed ezt, vagy azt, vagy amazt az iskolát, hanem azután is. Na most, ezekre a tanítás, és még mondhatnék több ilyen tanítást, amit én életemben tőle hallottam először, nyilván máshol is elmondják az utódoknak, de én akkor gyerek voltam, és ezt, mint az anyatej, szívtam magam. És ezzel függet össze az ő tehetsége, és az ő fantasztikus, széles érdeklődési köre. Őt érdekelte minden a világon. A közélet, a szép irodalom, a kézi munka. Művészi érzéke volt például, ilyen antik bútorok voltak a lakásban, és sose fejtem meg, ilyen gyönyörű goblen hímzéseket csinált a bútorok húzatára. Érdekelte a sport, nem véletlenül valahol azt hiszem, van is egy képe, ahol korcsolyázik, pedig már nem volt fiatal. Valami olyan, annyira nyitott volt az életre, hogy ez bennem olyan nyomokat hagyott, hogy nekem is ilyennek kell lenni. Zárójel, én remélem, hogy ilyenné vártam, de nem olyan, szóval nem akarok az ő hogy mondjam, szintjére felemelni magamat, de ez hihetetlen impulzus adott nekem, egész életemben, mai napig. Igen, és az életre azok úgy írják le, hogy Lilinek is. És a Lilinek is. És a Lilinek példakép, illetve a művészi pályára is tulajdonképpen állandóan a példakép. A család életében a legtragikusabb életszakasz a Soá ideje volt. Még mielőtt erről beszélnék, csak nagyon röviden említem meg, mert ha már a család, tehát az őseim, hogy így mondjam, pestiesen, akkor az őseim között tudnám megemlíteni az első magyar zsidó orvost, akit a császári udvar nevezett ki az udvarába, és aki később a balatoni szívkórháznak az emléktábláján szerepelt, ha csak addig lenemgették, ezt már nem tudom, Összeléker Manó, balneológus, és még korábbra Manesz Österreicher, nem, bocsánat, őről van szó, nem megyek tovább, szóval őről van szó, egy kis képizavar volt előttem, tehát a császári udvar első zsidó orvosa Magyarországon. És nagyon komoly kutatásokat, számos, még az interneten is felelhető tudományos publikációi vannak a balneológiának. Tehát erről még ennyi. És én nagyon merem remélni, hogy valamit a nagymamámnak a gényeiből talán valamit átadott. Talán. Ha valamivel sikeres voltam, azt nem is összem. Egyébként, hogyha szóba hozta még ezt a családi kapcsolatokat, esetleg azt is érdemes mondani, hogy az örkény családjával is kapcsolatban állt, tehát az Örkény István családjával is kapcsolatban állt, rokoni kapcsolattól fűzték az Összerákyár családot. De tehát azért szóba hoztam már a család életének legtragikusabb szakaszát, a Soát, amelyet valamilyen formában országbéli képi világában is megtalálunk, de ott ezen absztrahált, nagyon áttételes formában, de talán ön egy életrajzi közvetlenséggel is tud beszélni erről a korszakról, hiszen együtt érték át a deportálást, a bűnösást, ugyanakkor hát nem tudjuk pontosan, hogy hogyan menekült meg a család, mert a művész életrajzokban ez különbözőképpen. Igen. Sok tévedés van benne. Közvetítve. Sok téves adat. Sok téves adat az évek. Ugye Ungváron él a család, azt még érdemes tudni. Na most az egész család tulajdonképpen minden leágazásával együtt, amelyeket ugye már az idő miatt sem ismerhetek, vagy ismerhettem,
de amennyire tudom, mindenki ungvári, vagy ungvár környéki, és mindegyik ungvára született. Tehát törzsügyes ungvária. Most ez azt kell tudni a Shoah-val kapcsolatban, a holokausznak a közvetlen előzményével kapcsolatban, azt kell tudni, hogy Kárpátalja, ugye az a vidék, akkor felvidéknek nevezték, meg főleg így Kárpátalja, ami ungvár munkács, húszt, talán Szatmár németében nem vagyok benne biztos. Tehát ez a vidék volt az, ahol a magyar zsidóságnak az igen nagy részét, én ezt meg lehet nézni a Brahamnak a könyvében, de én ezt most számszerűen nem tudom megmondani, a magyar zsidóságnak egy igen nagy része, nem tudom milyen oknál fogva, Kárpátalja telepedett le. Tehát Ungvár és Munkács, hogy olyan tipikus zsidó város volt, a lakosságnak talán a többi városhoz képest talán a legnagyobb százalék arányban zsidók voltak. És amikor jött a német megszállás, hát persze nem biztos, hogy én most minden pontosan vissza tudok idézni, hiszen 1944-ben én 9 éves voltam. De amennyire visszaemlékszem, az volt, hogy a német megszállás követően talán egy hét múlva már minket másokkal együtt kikergettek a lakásunkból, és a jó magyar kakastolás csendőrök vezényletével beterettek bennünket az ungvári téglagyába. Na most, amiket én láttam a csendőröknek amiket láttam a csendőröknél, az a kegyetlen, gyűlöletteli viselkedés, amivel hajtották az embereket, nem szívesen beszélek. Öregeket, betegeket, fiatalokat, gyereket, teljesen mindegy, valaki nem tudnak, akkor jött ez a gumibotszerűség. Szóval leírhatatlan. Most egy gyerek helyen. Na most ugye az ungvári téglagyárban való időszködésünk, a tartózkodásunk, hát nem egy kellemes időszak volt. Tudnék erről mondani egy-két dolgot, de nem, megmondom őszintén, nem szívesen beszélek róla. Mármint azt, hogy azokat miket tapasztaltam. És a ungvári téglagyárból azt hiszem, 3 hétig, 4 hétig, 2 hétig, ezt nem tudom megmondani pontosan, a bizonyos idő elteltével, ami akkor örökké valóságnak tűnt, kihajtottak bennünket az állomásra, és felraktak bennünket egy vonatra. Most a vonaton voltunk mi a Lilivel, a édesanyám, a nagymamám, és a nagymamámnak az a testvére, aki valamely képen ott lát. Apám nem volt ott, tehát ő nem volt velünk a vonaton, ha ezt lehet vonatnak nevezni, zárójel, mert apám kellő időben megszimatolta, hogy itt borzalmas dolgok lesznek, és ő azon elutazott Pestre. És Pesten részben kapcsolatok, részben pénz segítségével tudott szerezni a családnak különböző hamis papírokat, amelyek bujkálásra voltak alkalmasak, hamis név, hamis születési, hamis házasság legyen. Szóval lényegében minden meg van hamisítva, és ezeket valahogy eljutotta hozzánk, Ungvára, egy ismerősünkön keresztül, aki nem volt deportálva, mert nem zsidó volt, tehát őtőle kaptuk meg, azt már nem tudom, hogy hogyan, de őtőle kaptuk meg. Ott tartottam, hogy elvittek az állomásra, fölraktak a vonatra. Én a vonatból csak annyira emlékszem, hogy ilyen jó 80-90-en úgy zsúfolottuk a marha vagonban, mint a lehelyek.
Tehát ott nem úgy leülni nem lehetett semmi, hát szóval így. A levegőt alig kaptunk. És ez a vonat elindult velünk, mi fogalmunk nem volt, hogy mi fog velünk történni, csak mentünk ebben a vagonban. Egyszer csak a vonat megállt, aztán később tudtuk meg, hogy ahol megállt, az Kassa. Kassai állomás. Megállt a vonat, és a hangos beszélőn neveket olvastak, köztük a miénket. Azt már nem tudom, hogy azt hiszem még az eredeti nevüket. Nem, az eredeti nevüket. A hamis papírok az később, a későbbi történet. És felolvasták, hogy az alábbi személyek népsorolvasás szálljanak le. Utólag tudtam meg, hogy apám az első világháborúban harcolt és valami nagy kitüntetéssel tért haza a háborút. És úgy látszik, hogy ez az Endre László Baki-féle bűnszövetkezet valahogy ezt, vagy volt, nem tudom. Nem tudom, ennek a hátterét nem tudtam földolgozni, hogy mi volt az oka, hogy egy olyan rendeletet hoztak, hogy kivételt képeznek a deportálás alól azok a zsidók, akik valamilyen nagy érdemeket szereztek a magyar hazáért, valami ilyen szöveg. És ez a nagy érdem volt a apámnak ez a hadi kitüntetése. És ezek után leszállítottak bennünket az állomásról, jöttek a csendőrök, németet még mindig nem láttam, csak csendőrt. És az anyám könyörgött, hogy a nagymama testvérét is, hogy ő is szálljon le, és a csendőr erőszakkal visszaparancsolta, tehát ő nem szállhatott le. Ő már akkor elment a gázba. Mi meg ott voltunk a kassai pályaudvaron, ilyen nagy hodály helységre emlékszem, ilyen körzeten ott ültünk, feküdtünk, és vártuk, hogy mi lesz. Aztán jött a hadseregtől valamelyik tábornok, azt hiszem Páfinak hívták, de nem vagyunk már biztos. És akkor előadott egy nagy szöveget, hogy maguk azért vannak itt, mert, és elmondta ezt a mai Jobbiknakra emlékeztető magyar tudó szöveget, hogy maguknak a hozzátartozója, stb. És ezért maguk mentesülnek a további elszállítástól. Viszont az a kérésünk, ahol van ilyesmit mondhatok, hogy vegyék föl a katolikus hitet. Akkor kijött egy ilyen távoli pap, akkor kezünkbe nyomták a katekizmust, meg kellett tanulni, el kellett menni, föl kellett mondani, szóval még ennek volt valami folytatása, és átértünk a katolikus hitre. Na most ezt követően, akkor úgy emlékszem, egy rövid időre még vissza tudtunk menni az ungvári lakásba, ott összepakoltuk azt, amit lehet, és gondoltuk, hogy jobb lesz innen felvidékről inkább menni a fővárosba, hát az apámmal még találkozni, de nem sikerült. És akkor már ugye jöttek a nyári hónapok, hadüzenet, úgy emlékszel, városi, ugye akkor a 40, akkor, igen, nem, vagy 44-ben volt, nem a utaságokat beszélni. 44, igen. Hát 44-et írunk, 44 nyara, stb. És akkor jött a Szálasi korszak, de már azt hiszem a Szálasi előtt, úgy emlékszem, már a Szálasi előtt a sárga csillagot fölkelett. Én úgy emlékszem, nem vagyok meg biztos. Gyerek voltam, 9 éves. Azt tudom, hogy hordtam a sárga csillagot. És aztán elhelyezkedtünk egy panzióba, egy belvárosi panzióba, persze már állni való. A nagymamám megint egy másik budapesti címen, Lilivel. És bujkáltam. És
Hát közben engem elfogtak a gettóba, valahogy az utcán, mert csavarodtam. És elfogtak valahol, aztán bevittek a gettóba, akkor kerestem a Lilit. Aztán valahogy mégis ki tudtam onnan jönni, már ezek eléggé zavarosan élnek a fejemben. A lényeg az, hogy január 17-én felsóhajtottunk, mert bejöttek az oroszok, és már ki tudtunk menni a levegőbe. Nem tudom miért, hogy engedtek engem, mert csavarozott, én nem értem mai napig se, de elmentem. És itt annyira elmentem, hogy én fölmentem, sose fejtem el, még fölmentem a királyi várba, valami visz szemle avatással, és ott voltam a közösség. Már is értem, hogy kerülni a lényeg, és akkor zárulják. Fogalma is, és az is tudom. Hát lényegében ez volt a helyzet. Hát szóval még egy érdekes apróságot tudok elmondani, ha ez valakit érdekel, hogy a magyar csendőröket és a németeket egy kicsit összehasonlítsam, persze ez nagyon szubjektív dolog. A nagymamámnak Ungvár szélén volt egy gyönyörű családi háza, és abban a családi házban, amíg nem voltunk ott, beköltöztették a német, a ungvári megszálló csapatnak a főparancsnokát. Rittmeister úgy hívták, ez volt a rangja. Tehát én németül nem jól mondom, de mindenki Rittmeisternek nevezte. És a Rittmeister volt az, most fogozkodjon meg mindenki, mert ez erre viszont tényleg emlékszem, nagyon pontosan. Ez a Rittmeister volt az, aki a nagymamámat mutatta. Volt egy Inasreg Fritz, a szövetséges volt a főnökével, és a nagymamámnak a pincében szekrényben kellett bujkálni, amikor tudomást vettek arról, hogy jönnek a németek, vagy nyilasok, vagy nem nyilasok, vagy nem nyilasok ott. Azt jönnek a csendőrök, valamit ellenőrizni, azonnal bezárták a pincében, és ezt a Rittmeistert később kivégezték, ezt tudom. Erről egy. Tehát ott, voltak ott is rendes emberek, csak kevesen. Kevesen. Elnézést ettől egy kicsit terjedőség álltam, de hát ez a... De már a rövidebben beszélünk. Köszönjük szépen. És most a másik nézőpontnak is helyet adhatnánk, mármint azoknak a nézőpontoknak, amelyek egy kicsit a kintányúra vezetnek bennünket. Ugye ez a tárlat 35 év után rendeződött, már úgy értendő ez, hogy egy életű tárlat, mert 1979-ben volt egy olyan kiállítás országvilágnak egy első, és mindeddig az egyetlen is, amelyik az egész életművet bemutatta, és most 35 év után itt a modernben egy hasonló igényű tárlat szervezett a művészettörténész, illetve egyáltalán az intézmény. Ugyanakkor országi művészettörténeti recepciója is egy kicsit háttérbe szorult, főleg, hogyha összevetjük a 80-90-es évek rendkívül élénk recepciójával. Az a kérdésem Farkas Zsófia felé, hogy mi inspirálta ebben a művészettörténeti és múzeumi kontextusban a megrendezésre az intézmény, illetve esetleg személyesen téged. Azt azért hozzátenném, hogy azért Magyarország nem volt akár felül jelenküket, a Sopel Györgyben és a Kisteri Húzomban is azért voltak, de az igaz, hogy én próbáltam arra hangsúlyt tenni, hogy mindegyik korszakban legyenek kiemelkedő alkotások, de azért megmutatkozott ezekben az évtizedekben is az ország élő részletének a bemutatása az országban. Onnan kezdeném talán, hogy a modern földszinti kiállító terében, vagy a modernnek ez egy önként vállalt feladataként is megjelenik, hogy próbáljuk bemutatni a klasszikus modern magyar művészet kiemelkedő alakjait, ilyen volt például az Avanó elkiállításunk is, vagy tavaly például a Kondor Béla életmegy bemutató kiállítása.
kiállítás, és azt hiszem, hogy ez a Kondor Béla kiállítás az egy nagyon jó kiinduló pont, hogy mi is érdekes, amikor a 60-as, 70-es évek művészetének talán újra a kontextualizálásáról beszélünk. Ugyanis azt gondolom, hogy vannak olyan életművek a háború utáni magyar művészetben, amik picit ilyen kaputtalások. Tehát ilyen Kondor Béla, ilyen Országlili, ilyen mondjuk Sár Erzsébet, vagy akár Anna Margit, talán Álmos Imre, mondjuk Álmos Imre, ugye nem tudjuk, hogy elmúlt a háborúra, még előtte. De én azt mondom, hogy eddig ezekről az elművekről elég nyilvánosítva beszélt a szakirodalom, csak azt mondták, hogy ezek egyfajta magánmitológián alapszanak. Én azt mondom, hogy ezekben az életművekben sokkal részleteiben kéne elmérni, hogy mi is jelent ez a magánmitológia, és meg kéne, hogy jelenjenek bizonyos tematizálások, tehát akár a Kondor-Béla kapcsán a keresztény demokráciának, vagy a rendszerrel való viszonyának, de ugyanígy Országgyűlinél, azon kívül, hogy nagyon érdekes ez a jelenség, hogy mennyire konkrétan megjelenik a francia, vagy az olasz szürrealizmus, de mégis meg kéne nézni azt, hogy ez a teljesen egyértelműen a szociáltól és a zavartától is elhatárolódó művészet, mégis miben egyedi. És ennek, amikor ezen gondolkoztam, akkor így merült fel bennem, hogy talán vannak olyan témák, amiket eddig nagyon csak felületesen érintett talán a szakirodalom. Egyrészt ennek az életműnek a női mi volt, a másik, ami ahogy jöttek az én szemem elé a képek, és egyre közelebb kerültem hozzájuk, ami számomra teljesen világossá vált, hogy ez az életmű tulajdonképpen egy ilyen terápia jellegű trauma feldolgozás is, és ennek az aspektusnak a körüljárását tartottam igen fontosnak. De hogy visszatérjek a kérdésed kiinduló pontjára, fontosnak tartjuk, és azt hiszem, hogy nem csak a modern, hanem egyáltalán a művészet történészek és a múzeumok között elég volt egy olyan párbeszéd, hogy próbáljuk elővenni ezeket az életműveket. Már csak azért is, mert egyébként, hogyha a szakirodalmat végignézzük, akár az ország életmű, akár a Kondor, vagy említhetnék bárki, a szakirodalom inkább a kortársak visszaemlékezésén alapul, inkább nekrológokból, kiállítás megnyitókból, egy-egy monográfiát leszámítva, és azt gondolom, hogy nagyon szükséges friss szemmel, és egy picit eltávolodva a kortársak emlékeitől ránézni ezekre az életművekre. Ja, tehát akkor egy újraértelmezés és egy kicsit egy újra kanonizáció is történik a kiállítás által? Én azt gondolom, és talán ez a kiállítás rendezésben is bemutatkozik, hogy én személy szerint nagyon klasszikusnak tartom ezt az életművet, és azért nem is akartam nagyon megbontani sem a kronológiát, sem a fejlődési rendet, mert egy annyira magától értetődő láncolat tulajdonképpen ez az egész életmű. Tehát én azt gondolom, hogy a képek teljesen önmagáért beszélnek, viszont igen, azt gondolom, hogy nagyon újítóanak volt a recepcióra, és hogyha új szempontokat beviszünk, és azért is gondolom ezt, mert az is nagyon jellemző volt például a 60-es, 70-es évek művészettörténet írására, hogy mindig volt egy kép művészettörténész, aki nagyon szerette volna azt érezni, hogy egy-egy művészünk akár világszínvonalú is lehetne. Ugye a Csontvárinál is megtörtént ez, Vajda Lajosnál és az egész Szentendrei iskolánál, vagy később Kondor Bélánál, vagy a Kárpisszegőnél is. Ezek nagyon szép gondolatok, de ezeket mindig a helyén kell, azt hiszem, értelmezni. Főleg azt gondolom, hogy a szocializmus alatt, vagy amikor ők kevéssé állíthattak a művésznénk, akkor nagyon meg volt az az igény a művésztér történészek, illetve az értelmiség körében is, hogy,
hogy Magyarországon is legyenek világ szintű művészei. Én azt gondolom, hogy ezeket a helyén kell kezelni, mert el kell fogadnunk, hogy a magyar művészet az tulajdonképpen egy helyi, regionális, a saját kulturális és földrajzi adottságainak megfelelő művészetet hozott létre, és azt is próbáltam egyébként hangsúlyozni a pedagógus tanulmány első részében is, hogy ugyan teljesen példaértékű, ahogy a francia szürrealizmus megjelenik országvinél, viszont teljesen egyedi és egy elképesztő kordokumentum tulajdonképpen, mert ezek a korai képek a szocializmus alatti bezártságot is elképezik, illetve én azt gondolom, hogy nyilván a gyerekkori emlékeket is, tehát ezek a falak, amik őt körülvették, az úgy azt mondanám, hogy nem teljesen a kirikói falak, amit a nőszetörténetileg így járnak, hanem ez a saját falai, ami Kelet-Európára, illetve a magyar történelemről és a magyarországi traumákhoz szól elsősorban. Számomra az új értelmező szempontok között, amelyeket említettél, a legérdekesebb az, hogy a trauma szempontjából tartott feltárhatónak az országvédi bizonyos alkotásait. És itt is említetted, hogy bizonyos tematikus képekről van szó, hogy milyen képekre gondolsz a trauma elmélet szempontjából, milyen nemzetközi kontextusokban helyezhető országvédi. Egyáltalában miért új ez a szempont a korábbi monografikus megközelítésekhez képest? Igen, ezt is ahhoz tudnám kapcsolni, hogy bár sok művészről tudunk, aki tényleg ilyen alkotott, nem csak festőkről, de azt gondolom, hogy országűnél ez az állandó alkotás, és ezt ő is többször megfogalmazta, hogy ha ő nem fest, akkor ő elpusztult, tehát hogy olyan szorongásai voltak, hogy neki ez a létszükséglet volt. És egyrészt ez a munkamódszer vitt ahhoz a gondolathoz, hogy ez a szinte terápia jellegű, ez az egész életünk. Másrészt a korai képeknél is azt mondom, de inkább a későbbieknél, hogyha itt a kiejtőtérben is látható, de egyébként ennél sokkal-sokkal több műről van ugye szó, hogy egy-egy művet rengeteg változatban megfestett. A későbbi abszolút korszaknak, tehát ez a nagyon monolitikus, a formákat ismétlő motivumai is olyanok, mint egy ilyen vallási rituálé, mint ha folyamatosan ismételgetni kéne egy mantrát, valamit, hogy ebből érzem én az egész életnének ezt a valaminek a feldolgozás jellegét. És főleg az írásos, illetve a labirintus képeknél is merültem bennem az, hogy ez már tényleg nem kifejezetten egy formanyelv, hanem valami sokkal szélesebb körül gondolat, illetve az a rengeteg földszín, az anyag, az antológia, ezek is vezettek engem ahhoz a gondolathoz, hogy olyan ez az egész élet, mint tényleg, mintha egy archeológiai kutatás lenne pszichológiailag és történelmileg is, illetve amit a katalógusban is említett, hogy most amikor több tanulmány is van, egy Liza Zárcán nevű amerikai művészettörténésznő, aki német bordásfestő összettel és ezen belül is az emberek tehát foglalkozik, aki szintén a természeti anyagok kapcsán kerül közelebb a német történelmi tragédiájának a feldolgozásához. És tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen ez a pszichológiai, másrészt ez a kultúrtörténeti aspektus ilyen típusú elméletekkel alátámasztva elengedhetetlen az országvédi életművé értelmezéséhez. Még egy szempontot vennék föl, ami az
országéli recepcióban is megjelenik, de ebben a katalógusban is, még pedig az, hogy ez az életmű akár szorosabban kötődik a társművészeti kontextushoz, mint a kortárs festészeti, már mint az országéli alkotó idejének kortársaihoz, festészeti kortársaihoz. Tehát szorosabb a kapcsolata akár a Pilinszky János költészetével, egyébként barátok is voltak, vagy Kurtán György zenéjével. Te mit látsz ebben a társművészeti nézőpontban? Tehát tényleg ez egy termékeny új nézőpont, ahonnan újra artikulálható, újra elmesélhető ez az életmű, vagy hát egyáltalán hogyan lehet a közelébe férni annak a baráti kapcsolatnak, ami Pilinszky és országéli között volt, ami ugyanakkor nem csak egy baráti kapcsolat, hanem ugye a dedikált szövegek is utalnak arra, hogy van valamiféle szemléleti rokonság is, vagy esetleg szövegeknek és a képeknek a párbeszéde is ilyesmire utal, ebből próbálok is behozni néhányat. Igen, akkor jó, gyorsan válaszolok, mert aztán azt hiszem, hogy lassan lejárja az idő. Ez egy azért érdekes kérdés, mert én azt mondom, hogy az a Pilinszky országéli kurtág kapcsolatában nagyon érdekes, mert pont múlt héten volt Nyári Krisztián nálunk tálalatokvezetni, és ő is pont ezt emelte ki, és azt is kiemelte, hogy korábbi koroknak is megvoltak az ilyen hármasai, és akkor így Jókait emlegette, meg később Kodályt és különböző irodalmárcánokat. De hogy csak arra akartam utalni, hogy ez is nagyon látszik ezen az egész jelenségen, hogy mennyire szorosan éltek ezek az emberek, hogy mennyire nem volt, mennyire egymásra voltak utalva szellemileg. Tehát, hogy annyira tényleg olyan, mintha egymás látnánk a kézlenyomataikat, mert annyira kevés szellemi lennék volt a 60-70-es években, hogy alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sok minden választja el Pilinszky és Országélit, tehát hogy Országélit szerintem egy teljesen másfajta istenkeresés, sőt azt gondolom, hogy meg nem tudom, én ezt látom a képekből, hogy Országélit nem egyáltalán nem volt vallásos, teljesen más dolgok érdekelték, Pilinszkynél ugye egyáltalán megjelenik az Isten keresés. Tehát, hogy nagyon, én nem szeretném annyira összemosni ezt a két életművet, de mindenképpen megjelenik ez az egzisztenciális szorongás, ami szintén egy picit ilyen általánosító, és a 60-as, 70-es évek szakirodalmában szintén egy gyakran megjelenő kifejezés. De például ez is egy fontos szempont szerintem az újra tematizálásban, hogy ezeket meg kéne próbálni szétválasztani azzal együtt, hogy nagyon szoros szellemi kapcsolat volt köztük, és ugye, és akkor itt, hogy egy lépésre tovább megyünk, akkor Kafka is bejön a képbe, de azt gondolom, hogy a Kafka is, a Pilinszky is, tehát hogy le kell bontani, hogy ez a hatás tulajdonképpen milyen egy ilyen mondani valóról szól. Én azt gondolom, hogy a Kafkai falban Országgyűli megtalált a saját falai, de ez nagyon szorosan szól a 60-as, 70-es évek magyar helyzetéről is. Köszönjük szépen, sajnos azért kell befejeznünk ezt az egyre érdekesebb beszélgetést, mert van még egy programja ennek a finisszázsnak, mégpedig a Szolóriánsz kórusnak a hangversenye, amelyik igazából elcsúsztatja ezt a kiállítást. Köszönjük szépen a vendégeinknek is a hozzájárulást ehhez a búcsúsztatáshoz, és reméljük, hogy a közönség pedig inspirációt kapott az ország életével való további foglalkozáshoz is akár. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Önöknek és valamint munkatársának, igazgatóknak, hogy ezt a kiállítást megrendezték, és hasonlóképpen a kedves közönségnek az érdeklődését,
és hogy meghallgattak bennünket. Reméljük, hogy továbbiakban is hasonló művészi élményekben részünk, és nagyon szépen köszönjük.